Vadonatúj falak és tető, így néz ki a megújult paksi római katolikus plébánia. Nemrég fejeződtek be a munkák, az épület szinte új köntösbe bújt. Állványok a falak körül, októberben még javában dolgoztak a munkások. Mivel a plébánia 1972-ben épült, ezért takarékossági és esztétikai szempontból is eljött az ideje a fűtéskorszerűsítésnek, valamint a külső hőszigetelésnek. Az épület mostanra teljesen elkészült, a hétvégén az átadó ünnepségen Udvardi György pécsi megyés püspök áldotta meg. Emlékeztessen a Szent Elfríz keresztségükre és Krisztusra, aki szenvedésével, kereszthalálával és feltámadásával megváltott minket. Közös testvérek, amikor épületet, tárgyakat, szobrot, bármit is megáldunk, amit az emberi kéz alkotott tudásával, művészetével, akkor az áldást azt elsősorban nem a tárgyakra kérjük, hanem azokra az emberekre, akik azt alkották, és azokra az emberekre, akik a tárgyakra nézve, vagy azokat használva az üdvösség útjára lépnek, és ezen az úton járnak. A megyés püspök szavai szerint az összefogás, amelynek köszönhetően a plébánia megújult, jó példája a jó cselekedetnek. Mindenki a maga lehetősége szerint hozzáteszi a jót. Itt ezt láttuk, hogy volt nem is egy olyan ember, aki ezt mozgatta, és erre egyébként szükség is van, mert egy-egy ilyen összefogás jó példa arra, hogy ő lehet jót tenni. Nem igaz, hogy a körülmények meghaladják a lehetőségeinket. Még gondolok a plébánia épületére is. A beruházás Paksváros önkormányzatának, valamint az MVM Paksi Atomerőmű ZRT-nek a támogatásával valósult meg. Elődeim is szépítgették az épületet, próbáltak minél több felújítási munkálatokat elvégezni, ehhez anyagi forrást szerezni. De amikor ide kerültem, láttam, hogy a következő lépés a külső felújítás, illetőleg hőszigetelés, és hát hála jó Istennek nagyon sokan mellé álltak a kezdeményezés mellé, és hát így tudott megvalósulni. Az átadó ünnepségen a Balogh Antal Katolikus Iskola és Gimnázium diákjai adtak műsort.